A Prima díj a legkiemelkedőbbek elismerésére szolgál Tolna megyében. A kultúra és a gazdaság terén egyaránt sokan méltóak az elismerésre. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az Országos Szövetség vezetői által alapított Prima Primissima és a megyei díjak azt bizonyítják, hogy a kultúra és a gazdaság képviselői egymás mellett is képesek nagy dolgok véghez vitelére. Van, akit példaként kell állítani a többség elé, mindig vannak, akik kiemelkednek teljesítményükkel a többiek közül, és ez teszi lehetővé azt, hogy Magyarország is példaértékű megoldásokat tudjon felmutatni, és az meg jó dolog, hogy ezeket a példaként akár szociális, akár kulturális, akár ipari, művészeti sorba is példaként állítható embereket mindig van, akik támogatni tudják. Az elmúlt évek megváltozott körülményei a VOSZT is átalakításra sarkalták, mondta Fajszi Lajos, a szervezet Tolna megyei elnöke. A VOSZT-nak föl kell vennie egy gyorsabb stílust, hiszen nincsen most idő fél év, egy éves egyeztetésekre, hanem igyekezni kell arra, hogy a kormánnyal ezeket az ITMS találkozókon tényleg kiharcolni a vállalkozásoknak prompt azt a segítséget, azt a támogatást, amire akkor és abban a hónapban szüksége van. A szokásoknak megfelelően a Prima díjat 3-an vehették át. Elismerésben részesült Rül Gizella, a Tolna Art megalapítója, Molnár Imréné, az Önzetlenül Segítők Paks Non-Profit Alapítvány vezetője, és Lenkei István, a Paks 2 vezérigazgatója. Itt most mondjuk így a tágabb közösség tisztelt meg azzal, hogy Prima Primissima díjas lehetek, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon-nagyon örülök neki, mert semmiféle díjat nem kaptam még. Én dolgoztam folyamatosan, célom nem az volt, hogy díjakat kapjak, hanem hogy a munkát rendesen elvégezzem. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért ismerték el Tar Jánost, a Tar Kft. Tulajdonosát, aki számos sport és kulturális kezdeményezést támogat rendszeresen. Az összes ilyen szervezetnek az a legfontosabb része talán az a társadalmi kohéziós ereje van, ami összetart, akár legyen az egy művészeti táncegyüttes, vagy legyen az egy sportcsapat, és ez összetartja az embereket. És azt gondolom, hogy ebbe a kicsi vidéki létünkbe azért ez nagyon fontos, hogy összetartsuk az embereket. A 2021-es Prima díj közönségdíját a Dombovádi Kaposkódus érdemelte ki.